Sziasztok srácok! Már csak pár nap van hátra a hatalmas nagy lezárásig, a hatalmas eventig. Tegnapi nap folyamán megérkezett a kis frissítés, ami az utolsó frissítés volt ugye a seasonben. Hatalmas meteor megjelent az égen, illetve a Zero Point is előbukkant Loot Lake-ből. Ezeken kívül bekerültek újabb régi fegyverek és járművek. Na és persze Dusty Depotban meg lehet hallgatni Dr. Sloan utolsó üzenetét. Na de ez az egész The End Event, ez az egész Chapter 5, merre fogja elvezetni a Fortnite történetét? Ebben a mai videóban erről fogunk beszélni. Ha szereted a videóimat és szeretnél támogatni, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghost 4 Rider, ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! Egyelőre az eventről elég keveset tudunk. Amit tudunk ugye, hogy jövő hét szombaton, december 2-án lesz, este 8 órakor, illetve azt tudjuk még, hogy a rakéta el fog repülni, majd a rakétának köze lesz az eventhez, illetve több világot meg fogunk látogatni az event során, ugye a LEGO világot, a Rocket League Racinget, illetve még Eminem is repelni fog egy ilyen koncerttel. Szerintem az egyik legnagyobb kérdés, hogy a játék főhőse, Agent Jones, vajon felbukkan-e az eventben? És van egy jó hírem srácok, 90% hogy ő is ott lesz az eventen. Alapból Jonesról nem hallottunk igazából az előző season óta, hiszen Dr. Stone küldi folyamatosan a hangüzeneteket Jonesnak, viszont Jones nem válaszol, ugye Jones folyamatosan azzal van elfoglalva, hogy az időgépet elhurcolja a rakétára, és a rakétával elmenjen. És igazából Jones terve sikeres, hiszen már az időgép rajta van a rakétán, és indulásra készen áll. Viszont ami fura, ugye a meteor megjelent az égen, és a kapszulát ugyanúgy meg lehet találni a meteorban, ami azt jelenti, hogy egy Seven Tag Scientist elvileg itt van jelenleg az OG seasonben. És szerintem Jones és a Scientist összedolgoznak, hiszen Seven-ös monitorokat lehet látni Dusty Divotban, és szerintem Jones alapból nem is tudná elvezetni a Seven-ös rakétát, szóval Scientist biztosan kelleni fog. És miért mondtam azt nektek, hogy Jones fel fog bukkanni az eventen? Hát, leakeltek egy kicsikét Jonesról az eventből, Jones egy teljesen más kinézettel fog megjelenni az eventen, ez egy ilyen lázadó ruházatú Jones lesz. Nem teljesen leakelték ki, csak ilyen nagyon rossz textúrában, szóval inkább lerajzolták, hogy hogyan fog kinézni, nagyjából erre lehet számítani. Azt nem tudom, hogy ez lesz-e a végleges változata, vagy esetleg kap-e majd valamiféle Seven Armort, hiszen ő lenne a The Legend. Hát egyelőre így néz ki, meglátjuk, hogy Chapter 5-ben benne lesz-e. Ugyanis Dr. Sloan hangüzenetét meghallgatva, Dr. Sloan azt mondja, hogy elvileg egy teljesen másik Jones lesz majd Chapter 5-ben, hiszen azt mondja, hogy el kell búcsúznunk ettől a Jones verziótól. Úgyhogy az az érzésem van, srácok, hogy a Chapter 5 egy teljesen új sztorit fog felvezetni, lehet, hogy benne lesz Dr. Sloan és Jones, de teljesen máshogy. Gondolok arra, hogy például Chapter 5-ben Jonesból Geno válik, és lehet, hogy Jones lesz a következő chapterben a gonosz, valami meg fog változni, hiszen teljesen új sztori lesz, újra kezdődik minden, simán elképzelhető. A másik érdekesség az ez a kép. Itt ugye ezen a képen lehet látni a rakétát, ami éppen kirepül így az űrbe, és az az érdekes, hogy ezt a jelenetet már egyszer láttuk. Hiszen az eredeti Season 10-ben, amikor a Zero Point robbantott egyet, Jones átkerült ugyanebbe a világűrbe, ahol mindenféle dolog repkedett össze-vissza. És ami érdekes, hogy a rakéta elrepült ugyanitt, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy ez a rakéta, amit itt láttunk Season 10-ben, az ugyanaz a rakéta, ami most fog megtörténni. Majd a következő jelenetben a Riftlangó rárepül a Kevin kockára, ami érdekes, hiszen elvileg az utolsó valósághoz tartozik a Kevin kocka, és ugye a Zero Point is jelenleg mindjárt találkozik a Kevin kockával, szóval ez is lehet, hogy egy utalás volt még régen Season 10-ben. Illetve szerintem jövő héten a Kevin kocka be fog vadulni és villámokat fog csapni a Zero Pointba, ugyanis jelenleg még nem csinálja, de ugye leakelték, hogy ez meg fog történni. Durva belegondolni, hogy ezt az omniverzumos helyet már láttuk évekkel ezelőtt, csak nem tudtuk, hogy a jövőben mennyire fontos lesz ez az egész. És ugye Jones már egyszer kikerült ebbe az univerzumos részre, viszont nem tudott elmenni a Zero Point-tól, ugyanis visszakerült a szigetre, nem tudom, hogy valószínűleg visszaszívta. Viszont most, hogy Jonesnak most már lehet rakétája, így most már tényleg el tud menekülni a Zero Point közeléből, ki a loopból. És mivel azt mondták, hogy le fogják zárni a történetet, és egy teljesen másik lesz, én arra gondoltam, hogy tényleg meg fog szűnni most már a loop, ezáltal több világ meg fog nyílni a looperek számára.
így most már adott a közlekedési így az omniverzumban, bármilyen világba be lehet menni, a LEGO világba, a Rocket League Racingbe, bárhová, ugyanis most már szabad mindenki. Viszont azt nem gondolom, hogy a Zero Point meg fog szűnni, vagy meg fog semmisülni, inkább arra gondolok, hogy a Zero Point is szabad lesz. Ez azt jelenti, hogy a Zero Point nem a Battle Royale szigeten lesz, hanem valahol az űrben, és a Zero Pointból fog csatlakozni minden. Évekkel ezelőtt Donald Mustard is kirakta ezt a képet, hogy a Zero Point ott van az űrben, lehet, hogy most fog megtörténni. Az eventről még annyit tudunk, hogy a PlayStation weboldala szerint 15 perces lesz az event. Igazából szerintem elég lenne 15 perc, az Eminem koncert szerintem lemenne olyan 6-7 perc alatt, körülbelül annyi lenne, mint a Travis, illetve a maradék idő pedig maga a The End Event lenne. De az is lehet, hogy csak beírtak valami számot, hiszen nem mindig volt igaz, amit ide a PlayStation oldal kiírt, nem biztos, hogy 15 perces lesz, remélhetőleg én bízok benne, hogy legalább 20 vagy 25 perces lesz. Azt is megtudtuk, hogy az Eminem skinek jövő hét csütörtökön lesznek bent az Item Shopban, és kiderült, hogy nem kettő, hanem három skin is jönni fog. A harmadik skin Eminem Robin ruházatban lesz, ugyanis a Without Me klipben ugye beöltözött Robinnak, szóval ezt behozzák a Fortnite-ba. Szóval igazából hivatalos Robin skinünk nincs, de legalább megkapjuk Eminembe. Aki esetleg azon parázna, hogy ez az event olyan lesz, mint az előző, mint a Fracture-ös volt, annak van egy jó hírem, a Fracture Event hivatalosan úgy volt elnevezve, hogy Social Event, viszont ez a mostani Big Bang-es event egy live event lesz, ami azt jelenti, hogy olyan lesz, mint régen. Nem lesz ilyen kreás hülyeség, nem lesz az, hogy gyűjtögetni kell valamit, rohangálni kell valahová, szóval nem kell ez miatt parázni. Amúgy is szerintem az Epic is látta azt, hogy ez a Fracture Event nem lett nagy durranás, az embereknek nem tetszett, szóval nem hiszem, hogy kétszer elkövetik ugyanazt a hibát. Tényleg kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ez a chapter 5, hiszen történet szempontjából fogalmam nincs, hogy merre fog haladni a történet, esetleg egy teljesen új lesz, teljesen új karakterekkel, azt sem tartanám kizártnak. Én azért bízok benne, hogy Jones vagy a Seven valamelyik tagja még maradni fog, hiszen szerintem jó karakterek, illetve az utolsó valóság főgonoszára is kíváncsi lennék, illetve kérdezném én, hol van Geno? Hiszen Chapter 3 óta egyáltalán nem tudunk semmi Genóról, pedig elvileg ő a legnagyobb gonosz, meg a legerősebb, meg minden. Mégsem láttunk, hallottunk róla semmit. Remélem, hogy most már tényleg Chapter 5-re elő fog bukkanni, esetleg talán előjön a The End Eventen. Mondjuk azt adnám. Hát srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok. Mindenféleképpen találkozunk még jövő héten, hiszen jönni fog majd egy ilyen season, chapter összegző videó, meg lehet, hogy lesznek majd chapter 5-ös teaserek is. Én viszont srácok, mára mentem, én Ghost Rider voltam, sziasztok!